aki ismét kinyitotta a Mickey Smokehouse-t, nem a piacon, hanem itt a házánál. Mit szóltok hozzá? Ó, nagyon-nagyon jó ötletnek tartom. De Miki mondta, hogy mivel a piac be van zárva, és nincs lehetősége ott dolgozni, ezért gondolt egyet, és úgy gondolta, hogy itt megcsinálja ezt a kis, nagyon kis aranyos kis dolgot. Nagyon örülünk neki, mert finom gulyást csinál. Nézd meg ezt a lángos. Wow. Csoda szép. Kis só, kis fokhagyma, szuper. Megvan a szombati reggeli. Megvan a szombati reggeli. Három lángosot vettem, és mit tettem rajta? Fokhagymát tettem rajta. Megérkeztek a vásárlók Mikihez, megkérdezzük őket, hogy mit vásároltak. Ó, gulyás, lángos, pogácsát. Well, én is vettem gulyás, mert az ő gulyása az... Meg kolbászt is vettem. Yes, meg a smoked sausage, a füstölt kolbászt, okay, és a lángost. Okay, akkor megvan a szombati reggeli. That's right, mert még a vasárnap is, mivel a kolbászból kettőt is vettem, és abból még leves is lesz. Kérdezzük Mikit, a Mickey Smokehouse tulajdonosát, hogy hogy jött ez az ötlet, hogy most itthonról fogod csinálni ezt az árusítást? Hát mivel, hogy van ez a járvány, hogy vírus, és a market kinyílott már 2-3 hete, nem mindenki mehet oda még vendőr, tehát a Citynek igaza van, mert nem lehet összezsúfolni az embereket, és arra gondoltam, hogy megkérem hogy őket, hogy nem-e tudnám itt a háznál, sok jelentkezés, telefonálás van a lángosért és a gulyáslevesért. És azt mondták, hogy miért nem, és akkor itt vagyunk most, és jönnek, és szeretik, viszik. Hiányolták már nagyon az idén, még nem volt, úgyhogy főleg idősebbek is itt voltak, meg itt a gyerekek korábban, úgyhogy már hiányzott minden nekik. Ezért gondoltam így. Hát ha megy tovább, majd meg kiküdték az e-mailt, hogy tudok applyolni, még szombatot kapom majd meg, még ezt nem tudom pontosan, hogy oda visszamenne marketre, de később biztos, hogy visszamegyek majd, mikor már mindennek, ha lehet menni, akkor megyek. Jó reggelt kívánunk, Father Deák! Reggelit vettél? De reggelit viszek a feleségemnek, igen, yes. Igen, igen. És örülsz neki, hogy a Miki most árulja a lángost? Hogy ne örülnék, mindig örülök, nem csak a lángost, a kolbász is nagyon finom, sőt, még a gulyás levesse is nagyon finom. Nem baj, legyél, mert diétázni kell. Eljött a szombat, és itt a diétás reggel. Hát igen, újra diétázunk, mert eljött a reggel, és itt a Mikinél, itt megy a diéta. De legalább rendesen csináljuk, úgyhogy tejföl, fokhagyma, ami kell, ugye? Örülünk neki, hogy Miki csinálja itt a szokásos árusítást, és kérjük az érdeklődőket, hogy jöjjenek a 23 Second Street-hez, a Mikinek a házához.